Az utóbbi időben több művelődésházbéli esemény beszámolóját kezdtük úgy, rendkívüli rendezvény volt, nos az augusztus 30-ai Isten a tudományban és az irodalomban címűre is feltétlenül igaz ez, ha más nem azért, mert két látszólag teljesen különböző ember, két teljesen más életutat járó személy vallott hitről, Isten jelenlétéről életükben rendkívül személyes módon. Szívesen szerveztem és nagy örömmel, és boldogsággal, hogy elfogadta meghívásomat Zsufa Tünde írónő és Csókai András idegsebész. Tündével már jó pár éve ismerjük egymást, pont amikor megérkezett, akkor kezdtük el számolni, körülbelül hány éve, olyan 15 évnél tartottunk, amikor ő puszta Szabolcson él, én pedig hozzájártam Angolra. Úgyhogy sose gondoltuk, hogy egyszer újra itt fogunk találkozni, tehát a sors az kiszámíthatatlan, de én nagyon boldog vagyok, hogy elfogadta a meghívásomat. Az előadás két vendége Zsufa Tünde író és Csókai András idegsebész, nem elemző távolról közelítő érveléssel, hanem mély személyes megéléseiken keresztül adott képet hitükről, motivációikról, sokszor metsző őszinteséggel. És megkérdeztem az apámat, hogy mi lesz most velem, ha te meghalsz. És az apám rám mosolygott, és azt mondta, hogy most leszel író. És hogy én ezt a szót, hogy most leszel író, vagy Zsufa Tünde író akar lenni, ezt én akkor már vagy 20 éve nem is hallottam, vagy nem is foglalkoztam vele. De az apám, aki már ott a két világ között lebegett, ő már látott valamit, vagy érzett valamit. És előszedte belőlem azt a 8 éves cserfes kislányt, aki ott ott a Vasaslábert tetején, és megvallotta a gyerekkori álmát. És azt mondta az apám, hogy szenvedtél már eleget, és most már tudsz írni arról, amiről mindig is írni akartál. És hiába beszélek nyelveket, és hiába jártam be a fél világot, és hiába vannak diplomáim, de az a mély bölcsesség, ami belőle áradt a tanulatlan emberből, ilyennel még nem találkoztam. Hogy ő emlékeztetett arra, hogy én miért szerettem Hemingwaynek az öreg halász és a tengerét. Miért szerettem az emberi sorsokat, miért szerettem a küzdelmeket, miért szerettem a csalódásokat, hogy miért szerettem azt a mottót, hogy az ember nem azért született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de legyőzni soha. Akinek ilyen van, azt nem lehet szétválasztani. Ezeknek ilyen volt, látták ezt nálam sokkal híresebb idegsebészek korábban, és azt mondták, hogy szétválaszthatatlanok. Nekem ott egy, oda jutottam egy misszióba, mentem el, oda Dakkába, ott találkoztunk ezekkel az ikrekkel, és megmutatták nekem a képet, én is rögtön mondtam, sajnos szétválaszthatatlanok. De, amit a Marcikának köszönhetek, az ő elmenetele által, az égi elköltözése által valóban megtanultam a Jézusinál. Soha nem lehet megtanulni, de előbbre lehet mindig fogonként jutni. Elkezdtem mélységében mondani a Jézus imát, és 10 perc ima után egyszerűen az Úr Jézus bemondta, hogy mit kell csinálni, azt kell csinálni, hogy vedd el mindkettőtől, így szoktam megfogalmazni. Mit? Hát a nagy vénát, a nagy közös vénát. Hát de uram, akkor rögtön meghalnak. Hát ott volt a iráni ikrek. Egyiknek odaadták, rögtön meghalt a másik, ugyanígy számos ilyen esetben. Tehát egy ilyen konstellációnál nem lehet. Vedd el mindkettőtől. És akkor természetesen, ha téged a benned élő názáreti Jézus belelök valami projektbe, egy intuícióba, az nem azt jelenti, hogy apránként végig kidolgozva adja, az már a te dolgod, a te szakmaiságod, a te munkádnak az eredménye, hogy kidolgozod, kvázi segítesz a teremtésben, és így is történt, és ott eszembe jutott, hogy hát talán katéteres megoldással el lehet tőlük venni. És az is eszembe jutott, hogy velem dolgozik ez a világhírű katéteres agyi hírsebész barátom, ez a Hudák doktor, és ahogy itt a nyillal mutatom nektek,
Képzeljétek el, hogy 14 óra megfeszített munkával beragasztotta ezeket a közös vénákat, úgyhogy mindig fölvezetett egy kis balont, felfújta, és látta, hogy van vénás elfolyás, a kiegészítő vénás hálózaton. Megcsinálta 24-szer, és végül azt mondta, hogy működik a dolog, be lehet ragasztani, és valóban az ikrek túlélték, és jól voltak, és már a közös vénás rendszerüknek a 80%-a el volt választva, a maradék meg a nyílt műtétre várt. Csókai András idegsebész, aki méltán tetszett világhírre, az ikerpár rendkívül komplikált műtéti szétválasztásával, előadásait tanúságtételnek nevezve, elmondta számára minden előadás, minden munkával töltött nap, a megtérés egy-egy újabb lépcsőfokát jelenti. Tulajdonképpen megtérési lépcsőkről kezdtem én itt előbb beszélni. Ugye beszéltem először a tékozó fiú lépcsőről, amikor említettem, hogy 24 évvel ezelőtt, hogy rántott végül az Úr Jézus vissza. Aztán utána a következő lépcső pedig valóban a szenvedés teremtő energiája, amikor az ember őre vetkőzik, és semmi más nem marad, hanem az, hogy kinyögje valahogy azt, hogy Uram, nem tudom miért történt, hogy történt, de egy biztos, te jobban szeretsz engem, mint én tudom magamat. Zsufa Tünde könyveiből vásárolni is lehetett, melyeket az írónő a helyszínen dedikált is.